Az UP, azaz az Újpesti Rendezvénytér június 5-től megnyitja kapuit. Habár először még csak a bisztróba térhetnek be a vendégek, viszont annak nem csak a terasz részére, hanem a belső területére is. Az újpesti kötődésű Szépernő Színház társulatához is érkezett már megkeresés. Egy pályázat, ami még tavasszal hamvába halt, de most lehetőség van rá, hogy megcsináljuk Budakeszin a kővel, kő nélkül című történetet. Viszont még ha elnyerik a pályázatot, akkor is csak szeptemberben láthatnak belőle pénzt. Szinová Gyula szerint sajnos nem biztos, hogy valós megoldást jelent az, hogy 3-4 ülőhely kihagyásával lehetnek előadások a kőszínházakban. Eljük meg ezt a kis hőst! A nagy kőszínházak az állami támogatással vagy önkormányzati támogatással működnek többnyire, és ők azért nem annyira vannak kiszolgáltatva a jegyárbevételnek. Tehát nem, ezt úgy szokták mondani, hogy nem bevételfüggők. Mi, ha bárhova megyünk, akkor azért jelentő többnyire bevételfüggők vagyunk, tehát nekünk az a gázsi, az a szétosztható pénz, amit a nézőktől beszedünk. Na most, ha minden negyedik helyen ülnek, ez értelemszerűen egy negyedére, jobb esetben egy harmadára csökkenti a bevételt, amit az előbb említettek, folytán már nem rentábilis. Ha mégis megtartják ezeket az előadásokat, azok a rendező szerint csak azért lehetnek hasznosak, hogy az emberek ne felejtkezzenek el a színházakról. Az Újpesti Kulturális Központ is várja, hogy a belső tér használatára engedélyt kapjanak. Mivel befejeződtek a felújítási munkálatok, náluk is minden adott lesz az induláshoz. A szabadtéri sportrendezvények is látogathatóak lesznek, ezért az UFC vezetése a napokban ül össze, hogy kidolgozza, milyen rendszerint tudnak visszatérni a régi kerékvágásba. Amíg viszont nem tud újra nyitni az összes beltéri kulturális és sporthelyszín, addig minikoncerteken lehet részt venni az újpesti közterületeken. Az ezzel kapcsolatos listát az Újpest Média honlapján találják meg.